Augusztusban kezdte el a felkészülést korábbi játékosa Markus Peonia irányításával az előző szezonban második helyen végző Máté Szalkai együttes. Elődje Drabik Péter utánpótlás szakágvezetőként dolgozik a klubnál. Két játékos, Gyökös Barbara és Balla Barbara távozott, helyükre négy debreceni nevelésű kézilabdázó érkezett. A keret tovább fiatalodott, ettől függetlenül a dobogós helyek valamelyikét célozta meg az MMTK az öt megye képviselőit felvonultató 12 csapatos mezőnyben. Ahogy kezdődött, álomszerű volt a bajnokság, három egymás követő mérkőzést megnyertünk, ugye, aztán utána jöttek a nagyobb falatok, és talán egy kicsit itt megtört, megszakadt ez a sorozat, hiszen a DVSC 22-es csapatát, aki kiemelkedik a mezőny fölé, azt fogadhattuk hazai pályán, és örömteli tény talán az, annak ellenére ugye vereséget szenvedtünk, hogy mi voltunk az egyetlen olyan csapat, aki ilyen kis gólkülönbséggel szenvedett vereséget, három góllal kaptunk ki hazai pályán, és az első félidőben azért 10 gólon tartottuk ezt a csapatot. A második félidőben a belső védekezési szisztémánk megsérült egy játékos, ugye, a Szakó Barbi, elég súlyosan, és az ő kiválásával gyakorlatilag kicsit meg is pecsételődött ezáltal a mérkőzés sorsa, hiszen az E3 gólas debrecen siker született. Utána viszont egy nagyon fájó vereség volt, hiszen elmentünk 60-ba, ahol két góllal kikaptunk. Igaz, hogy a 60 a bajnoki tabellán elfoglalt helye alapján ott van közvetlenül mögöttünk, de teljes mértékben mi ezt a mérkőzést úgy gondoltuk, hogy hozni kell idegenben is, de nem így sikerült, ugye kikaptunk tőlük. A folytatásban a Miskolc ellen győzött az MMTK, majd két vereség következett a Füzesabony és a Vitka ellen. Az őszi hajrában a Máté Szalka egy góllal múlta felül a Hevest és a Salgótarjánt, a zárófordulóban pedig döntetlen játszott Kazincbarcikán Markus Peonia együttese. Mert nincs is nagyon gond, és annak ellenére, hogy két jó képességű kapusunk van, és középre is a említett Szakó Bogi mellé igazoltunk még egy Ofra Zsófi nevezetű játékost, ugyancsak NB1, NB1B-s múlttal rendelkezik, tehát ott a közepén megvan oldva a védekezésbe, viszont valahogy a két kettestől lefelé azért vannak hiányosságai még, úgyhogy a bajnokság második felében remélem ezeket a hibákat tudják majd a lányok is javítani. Ami örömteli tény még az, hogy a 17 fős keretünkben három olyan gyerek is van, aki az ifjúsági csapatban kiemelkedő teljesítményű, és a felnőtt csapatnak is a tagja tudott lenni, úgyhogy sőt, ők közül többen nem csak bemutatkoztak, hanem már gólt is elértek a felnőtt csapatnál, tehát 14 évesen ez azért elég komoly teljesítményt jelent. A tabella élén a DVSC U22-es csapat áll 22 ponttal, megelőzve a 17 pontos Vitka esélyt és a szintén 17 pontos Füzesabonyt. Az ötödik Máté Szalka eddig 13 pontot gyűjtött, a sort pedig az egypontos Kálu Semmény zárja. Az MMTK tavasszal 6 meccset játszik hazai pályán, és 5-ször szerepel majd idegenben.